Pulmonológiai osztályt adtak át a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A tüdőgyógyászati osztályon légzési nehézségekkel küzdő beteg gyermekek ellátása folyik az egész Dél-Dunántúlról. A benfekvésre kényszerülő gyermekek száma évente elérheti a 800 főt is. Ezért is fontos, hogy a 100 milliós beruházás következtében a legmagasabb színvonalú ellátást tudják biztosítani a gyermekek számára. Egy vadonatúj összességében körülbelül 100 millió forintért felújított osztályon vagyunk, ahol minden csaptelep, minden csempe és minden kis részlete a falnak néhány hónappal ezelőtt készült. Minden betegágynál központi oxigén, sűrített levegő, vákumrendszer van, tehát a 21. század követelményeinek megfelelően tudjuk ellátni a betegeket. Sikerült néhány olyan valóban szülőbarát kórtermet kialakítani, ahol a gyermek és a hozzátartozó, az esetünkben szinte mindig az édesanya elhelyezése szinte szállodai körülmények között történik. Korábban az osztályunk a Nyár utcai telephelyen volt egy 40-50 éves épületben. A külső körülmények hagytak maguk után kívánnivalót. Vannak olyan krónikus betegeink is, akik rendszeres visszajárói az osztálynak, és itt végezzük azokat a kivizsgálásokat, amikhez speciális műszerzettség vagy speciális laborháttér szükséges. A mostani körülmények sokkal inkább páciensbarátak, betegbarátak. Van olyan szobánk, ahol kifejezetten egy-két ágyas külön fürdőszobás elhelyezési lehetőségünk van. A klinikai központ életében fontosak a fejlesztések, és folyamatosan arra törekedünk, hogy modernizáljunk, folyamatosan fejlesszünk, innovatív eljárások, innovatív lehetőségek kerüljenek előtérbe. A gyermekek melletti odaadó munkálkodás és szolgálat, amit a gyermekgyógyászati klinika minden osztályán az idekerülők megtapasztalhatnak, az megérdemel egy 21. századi infrastruktúrát, ezt mindenki vitán felül vallotta eddig is. A gyermekklinika az elmúlt évtizedekben is hatékonyan tudott működni, a jövőben a javuló körülmények között még hatékonyabban tudja kiszolgálni a város, a megye és a régió rászorulóit.